És eljöttünk idáig, elérkeztünk a mi bronzmeccsünkig. Itt van Tóth Krisztián, mellette a Páncél Gábor az edzője, KSI judósa, 27 éves családapa. Azért látszik az önnyakán is, hogy azért mire eljutott idáig, megviselte ez a mai nap. Jól indult egyébként a nap, és Akiko Amanót kapjuk, a japán bírónőt. Ő elég gyorsan szokta szórni az intéseket, na majd meglátjuk. Krisztián az első fordulóba egy menekült misengával ment, menekült státuszú judós győzött le, majd utána jött ugye Mukai, a japán, ez egy óriási skalp, tehát így gyakorlatilag a 10 japánból, mint mondtam az előbb, összesen ketten estek ki, és itt Krisztiánnak köszönhetjük ezt, hogy gyakorlatilag nem lett itt japán érem, vagy nem lehet. És utána volt egy botlás, a német trippel ellen indított egy gyakorlatilag egy technikát a német, és ő szerette volna megkontrálni, de elakadt a lába a német gatyájába, úgyhogy nem jutott be a négy közé. Viszont a Vigaszágon legyőzte a holland világbajnokot, Van Tendert, és így került ide Igolnyikovhoz. Akiről mondasz egy pár szót, Feri? Nem lesz könnyű, hát hogy ne. 3 évvel fiatalabb Tóth Krisztiánnál, ő 24 éves, magasabb is, mint látható. Hát egy jó fejjel, igen. 5 éve, aztán van 2 PB bronza, 18-19, meg 2-szer volt Európa bajnok, és hát igazság szerint nagyjából hasonló eredmény sora van, mint Tóth Krisztiánnak, tehát nagyon emberükre akadtak, és ha jól emlékszem, akkor nekik volt 2 meccsük korábban, és azokat és mind a kettőt az orosz nyerte, igen, úgyhogy ez így nem jó előjel, viszont én azt mondom, hogy a Krisztián nagyon egybe van, ez az utolsó meccs, és itt már nem kell spórolni, ami a csövön kifér, és aki megveri a japánt, Mukait, az tud nyerni egy orosz ellen is, és ő érett taktikus, Krisztián, az ereje is megvan. Arra kéne vigyázni, hogy itt ne tolja ki, mert úgy nyerte lenne például, én emlékszem itt valamelyik meccsre, egy rögtön az első 2 percben kitolta 3-szor Igolnyikov őt, és ebből szedett össze 2 sídot. Úgyhogy nagyon figyelni kéne a szőnyek szélén majd Krisztiánnak, aki gyakorlatilag a magyar judó fölé tartja itt az esernyőt 2014 óta, akkor még juniorként nyerte az első felnőtt VB érmét. Aztán utána abba az évben egyébként, junior világbajnok is volt. Gvineásvili győzte le a másik grúzt a döntőben. Most erre figyelni kéne, mert itt jönni fognak a sídok. Aktívabbnak mutatja magát az elején. Hát igen, Akiko Amano meg is adja az elsőt. 2,5 perc van még. Az első sárgalapot. Hát ugye igen, az idei év az nagyon bejött itt Krisztiánnak. EB érem, VB érem, és ha itt most ez az érem is bejönnek, hogy gyakorlatilag 3 hónap alatt 3 világversenyről hozna érmet, és úgyhogy közben a World Tour versenyeken is hozta az érmeket. Nagyon stabil versenyző, igen. És ha jól emlékszem, egy korábbi nyilatkozatára sokkal tudatosabbá vált. Igen, a táplálkozásban is, tehát azért ugye 5 év telt el az előző olimpia óta, akkor 22 éves volt, nagyon fiatal, hullámzott a súlya, elengedte, most táplálkozási szakembere segíti a munkáját, tehát egy egész team munka, tehát nem csak Páncél Gábor, nyilván ő irányítja az egész szakmai munkát, de vannak kiegészítő embereik, és ez így helyes, igen. Hát legutóbb Krisztián 9. volt az olimpián, most már biztos, hogy jobb lesz. Reméljük az érem összejön. Hát egyelőre nagyon sokat nem változott a meccsképe. Még mindig ott tartunk, hogy Igolnyikov mutatja magát aktívabbnak, Krisztiánnak pedig hát egyelőre talán arra játszik, hogy fárassza valahogy az oroszt, és akkor majd utána. Meg nem mer belemenni kockáztatásokba. Igen, ő neki itt túl kéne élni a Krisznek az első 4 percet, és utána azt mondom, hogy az már a hosszabbításba több, és lehetőleg ne kapjunk 2 intést. Úgy menjünk bele a Golden Score-ba egy sídóval, az teljesen jó lenne, mert akkor szerintem bedarálja sokkal jobb állóképessége a Krisztiánnak, mint az orosz. Az orosz erős, de utána ezt az erőt már nem fogja tudni. Nem kéne ilyeneket, mert ezért megint sídó lesz. Igen, ez nem volt jó ötlet. Meg is adja, igen, alibire lerántásért. Hát, ez nem jó.
ez nem volt jó, ez nem jött be. Egy perc van hátra, és megvan a két sídó. Mostantól nem hibázhat Krisztián. Ha hibázik, kilép, hagyja magát kitolni, vagy szabálytalanul fog. Nem, de hogy... Semmi, mehet tovább. Semmi. Hát ezt fönnhagyják, ez akkor így elment a meccs, ha ez fönnmarad. De én szerintem kiforogta a Krisztián ezt. Most egyelőre úgy néz ki, hogy vazarit adtak az orosznak, de ott pörgött egyet a levegőben Tóth Krisztián. Én szerintem nem ért le. Tehát mint a grill csirke a sütőbe, pontosan. A levegőbe forgott, és utána meg már ő hason volt. Akiko Amano videózást kér. Jogos egyébként. Jogos. Hát addig én mesélek Krisztiánról, én tanítom 4 éve a TFN, de végig kísértem tulajdonképpen a gyerekkorát. Na nézzük, oda bebújik. Indít egyet, és onnan dönti le, egyik könyöke leér, és utána a levegőbe van a háta. Tehát ebből a kamerálásból pont nem láttuk. De én szerintem kikönyökölte, ahogy a dzsúdósok mondják, lemeszeli, ahogy a dzsúdósok mondják, tehát leveszik a vázárit. Ez szerintem egy új... Ne, jaj, ez a színház, tehát mutogatja, tehát nem bábszínház ez, Igolnyikov itt. Hogy mutatja, ja, hogy hát ezt emberek látták, hát ez itt térdre dobta magát, tehát ez megint alibizett. Jó, hát próbálja. De nem hát szimpatikus, ez nem szimpatikus. Tehát ne, judózzon, azért ment oda, vannak ott bírok. Ezért ez egy veszélyes kaszálás volt, ebben ha lett volna húzás, ez elment volna, de ez csak kaszálás volt, nem volt benne húzás, egyensúlyvesztés. Én ahogy most látom a Krisztián arcát, azt látom rajta, hogy... Na most már elég ebből. Hogy teljesen nyugodt, tehát hogy nem lesz ebb, nincs veszély, meg lesz ez. Legyen igaz, hát ő bízhat az erejében, az álló képességében. Meg ő megérett. Hát ez is, nézze, ott is az orosz bíró, ez is meleg szituáció volt, de hasra érkezett. Viszont ha lesz még egy ilyen indítása az orosznak, és a Krisz nem indul közbe, akkor már veszélyes, mert megint meginthetik, hogy passzív. Hát most úgyhogy, mindjárt lejár hát az idő. Hát most lejár, de utána el kéne kezdeni. Jön az ő ideje, a második fél idő, ha úgy tetszik. Arra nagyon vigyázni kell, hogy nem szabad még egy intést kapnia, mert akkor eléptetik és nyer az orosz. És hát egyébként meg kell a pont. Tehát azért ez dupla történet. Igen. Ops, ott van! Beleindult egy comba, szóval tulajdonképpen azért indult bele, mert az orosz kitolta volna. Az orosz edző egyfolytával az is reklamál, hogy ja, kilépett, nem lépett ki. Látszik, hogy nagyon felkészültek Tóth Krisztiánból. Abszolút, de mondjuk belőle nehéz felkészülni. Ez már az 5. perc. Most már azért kell a levegő, Igolnyikovnál láthatóan. Az orosz ugye beáll egy balos fogásra és balra úgy csimatált, balra combot szeretne dobni, de hát ezt a Krisztián is tudja. Ő neki vállat kéne, vállat, de ott meg kéne piszkálni lábbal előtte, föllazítani, fölrázni egy kicsit. Hát ezt nem kéne, ezt már indított az előbb is és nem sikerült. Ebből volt majdnem az a kontra, hát itt próbál egy átforgatást az orosz, de belematéz a japán bírónő. Tóth Krisztián az a dzsúdos, akinek minden világversenyről van érme, csak olimpiáról nincs. Ifi korosztályban is minden világverseny. Junior, U23, felnőtt EBVB. Ugye 2 évvel csak azért jött ki az Univerziádért a Nápolyba, hogy ott onnan is legyen egy érme, mint ugye TF hallgató. És meglett az áhított érem. Most már csak ez az egy érem hiányzik a vitrínből. Aktívabb lett. Elkezdte bedarálni most az orosz. Mondtuk a kottát előre, hogy ha kibírja a Krisztián, és az lett volna jó, ha egy sídóval túléljük ezt az első 4 percet. 2-vel sikerült, de én azt mondom, most megy előre, rámegy a nyakára, tényleg mint egy pitbull. Akkor... Igen, nagyon figyelsz a bal kezére, kiabálja páncélgába, hogy ne csapjon oda föl, ne tudjon balra combra indulni. Meg elétolja a csípőjét, és akkor nehéz vele mit kezdeni. Befordul egy ilyen bal támadó, bal harán terpezbe teljesen kizárva őt. Megint kontrázott, de ez a Krisztián dobása volt. Hát ez megtört, mondjuk erre nem fognak adni pontot, de... Mert itt gyakorlatilag másodikra dobta el, befordult egyszer, és... Kér Akiko Amano, megint egy videózás, de én szerintem erre nem fogják megadni a vazarit. Indított Krisztián egy vállat, és megtört a mozgás. Tehát megvolt, az oldalára esik le, de megvolt a dobás. Nézzük, itt ugye a vállam, amit én kértem.
és ebből tovább csavarja, és leérkezik az oldalára. Igen, nem, de... mert emelte is a kezét, hogy ő ad, itt senkinek, egyiknek se kéne adni pontot, legkevésbé az orosznak. Ez nagyon jó döntés született. És az idő Krisztiánnak dolgozik, láthatóan hirtelen ritmust vált, és elkezdi tovább gyötörni az oroszt, és most már próbálgatja az akciókat. Én azt látom, hogy Krisztián kezd beérni, mint egy jó bor, tehát abszolút észen van, itt is különösebben nem izgatta magát, lemászott róla, ő ezeket jól csinálja, jól érzi. Gyakorlatilag a KSI túlélte azt a húsdarálót, ott azt az elmúlt tizen pár évet, gyakorlatilag a korosztályából senki nem judózik már, és azt túlélte, én azt mondom, hogy nem fogja tudni meglepni Igolnyikov, tehát fölkészültek ők a Páncél Gáborral, Igolnyikovból. Újabb perc telt el, most már a hetedik percben járunk. Hát ez egy koreai váldobás lett volna, ha nem szakadt volna ki a fogás, és megint mutogat Igolnyikov, hogy alibi volt. Jó, nem hát utogasson. Neki ez az érdeke. Nem utogasson. Hát nem utogat, mert ő úgy gondolja, hogy át ezzel nyomást tud gyakorolni a szakember. Na, egy... Nem. De igen. Biztató volt. Keserves meccs azért, azt látjuk. Talán azt is mondhatjuk, hogy tipikus Tóth Krisztiános. Igen. Kupréka edzője, Braun Ákos küldött nekem az előző pár órát. Na, egy vál, nem sikerül. Egy üzenetet, hogy a Krisztián behúzza ezt a meccset, akkor ötöst kap-e. TF-en mondtam, hogy én már megadtam neki, de szívem szerint tulajdonképpen azzal az Universiade bronzal, amit behúzott. Hányattatos kiutazásunk után, meg egyébként azért is, mert ott a judo szövetség ellenébe utazott ki, nem akarták, hogy kijöjjön, hogy az olimpiai kvalifikációban ez nem nagyon fért volna bele, de Krisztián megmondta, hogy ő még ezt az egy versenyt nem nyerte meg. Ha most nem lenne ilyen magas az orosz, akkor meg tudta volna csinálni ezt a dobást, de olyan igen. Magas, hogy nem tudta tovább emelni a lábát, ez nagyon jó, jól alakul ez most már. Ops, kiszakadt a fogás. De egyértelműen most Krisztián az, aki nyomja, ő az, aki egyre most inkább, és ugye most lemegy már lassan a újabb négy perc, tehát itt most már nagyon nem kap levegőt Igolnyikov, ez látszik rajta. Most kéne egy kicsit megnyomni Krisznek, még jobban facsarni az oroszból. Na! Ott van! Én szerintem megvan, megadja Akiko Amano! Jaj, de szeretjük Akiko Amanót! Itt az olimpiai. Jaj, de jó! De jó látni ezt, kérem szépen! Tóth Krisztián olimpiai bronzérmes, és akkor most már minden világversenyen van érme. Csak addig gyötörte Igolnyikovot, amíg megdobta. Hát azért 8 perc alatt, amihez nettó 8 perc volt, több mint 10 perc a negyed órája judoznak itt. Jaj, de jó ezt látni! Jaj, de boldog lesz! Kezdi fölfogni Krisztián, hogy mit csinált. Mennyi embernek szerzett örömet? És hát nagyon kellett is már a magyar judónak, ugye utoljára még Londonban sikerült érmet nyerni, azt megelőzően, meg még sokkal régebben, úgyhogy még Barcelonában, és most itt van. Jaj, egy olimpiai bronzérmes. Egy érett család, jó bor vagy, mit mondtam rá az előbb, ugye kisfia van már, jön a kislány is, csoda. Megérdemelte, gratulálunk.